Sziasztok! Megérkezett a Banggoodról az iChain Wizard 2.20 ARF verzió. Elég hamar ideért. Csomagoláson természetesen 21,9 dollár volt feltüntetve, úgyhogy megúsztam vámolás nélkül. Mondjuk ki a csomagot. Jó kicsi kis dobozba érkezett. Nézzük, hogy mi van a dobozban. Van kétszer propellerünk, 5x4x3 is. Itt lesz a gép, de nézzük először, hogy mi van még benne. Van egy kis karbon csavarkulcsunk. 3M leszálló lábak, amit majd fel kell ragasztani a gépre. Kis antenna. Egy pár gyors kötözőt is kapunk ajándékba. Itt vannak a kis csavarok a propellerekre. 4 darab. Illetve van még itt egy adag pótcsavar. Ezek vannak tehát alkatrészként a géphez. És akkor nézzük a gépet. Tadám! Van ő. Szépen. Ugye az RF verzió, nincsen benne vevő. Itt, ha jól látom, pillanat. A vevőnek a PPMS kábele, videóadó, antenna, iChain-es battery strap, hamarosan rákötöm gépre, megnézzük, Betaflight van rajta, felkonfigurom. Bevőt megkapja, aztán folytatás. Egy FlySky FS IA 6B bevőt fogok belerakni a gépbe. Ezt szét kell szednünk, leszedjük a felső karbonlapot. Először is. Itt van a táp. Csinálunk egy új modellt. Tudjuk a bányt, portra, és csompást, illetve PPM-re is rádugjuk. Mielőtt tápot adnánk ugye rá a gépre, rakjuk fel a vevőre az antennát. Nehogy leégjen az adó. Ja. Rajta is van, kerítünk egy aksit. Egy 3 cellás aksit.
dobunk, és lőn. Feltámadt. Távot elindítjuk bind módban. Bind ok, azt mondta. Úgyhogy elvileg. Össze is sikerült bindolni. Távot kikapcsoljuk. Aksit lehúzzuk. És lehúzzuk a cast. Közben egy kicsit csaltam. Konfiguráltam a Betaflight-ba a távot. És sikerült a távvevő párosítás. Működik a gépezet. Megvan. Illetve kamerakép is már működik is egyből. Tehát igazából minden rendben. Össze kell rakni és még egyéb apróságokat beállítgatni. Például húzzuk le az aksiról. Például az adót el kihelyezni belül. Valahová. Valahogyan. Na hát, megszenvedtem vele, nem kicsit. Egyszerre kell az összes ponton, hogy ez kapcsolódjon. De menjen a helyére. De most már benne van mindenhol. Rakjuk vissza a csavarokat. Nos, némi szenvedés után igazából összeállt a gép. Az antennák lehet, hogy nem itt lesznek, kicsit útba vannak, bár egyelőre máshol se látom túl jó helyét. Úgyhogy egyelőre így néz ki. Ledek szépen világítanak. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Ez már egy másik nap. Folytattam a Wizard 220-nak a finomítgatásait. Első körben arra lejtenék szót, a DHR csoportban a Facebookon jegyezték meg, hogy az előre kihozott antenna az elég veszélyes lehet. Belelóg a propellerbe, aztán annak annyi. Ezért az ő javaslatukra az antenna átkerült a hátsó karok mögé. Itt látható, hogy ki van vezetve, és teljesen a hátsó karnak az élére van felfogatva, és hozzárögzítve szigetelő szallaggal. Azt mondták a DR csoportba, hogy ez itt teljesen jó, ugyanannyi a hatótáv, úgyhogy ezt én is megcsináltam, szépen el van rejtve, gyakorlatilag nem is látszódik igazán, hogy hol van. Ugye, hogy ez itt jól oda legyen fogadva, az eszkákről leszettem a rögzítést, és fekete szikszallaggal szépen mindegyiket lekötöztem. Szerintem elég jól mutatnak így. A másik dolog, amit szerintem érdemes megmutatnom, az az, hogy először nem tudtam hova felfogatni a buzzert, aztán találtam itt a lázon két szép lyukat, és ebbe egy gyors kötözőt,
bekötöttem, bevezettem. A belső részen alul van összefogatva, és így már van itt egy rögzítési pontom, amivel egy másik gyors kötözővel szépen a buzert oda lehet rögzíteni. Az itt teljesen jó helyen van, simán elfér. A négyes aksit is rápróbáltam. Pontosan van itt ennyi hely, és jó stabil. Rádugtam az akkumulátort és a buzzert. Látható, hogy szépen elfér, a kábel odaér. És amit még szerettem volna megmutatni, az a ledek. Elég erős fénye van, én úgy gondolom. És a tesztvideókban látható volt, hogy nem így voltak eredetileg a ledek, mert ezen már elő van a két zöld, és hátul a két piros. Az összes tesztvideókban úgy láttam, hogy jobb oldalt volt a zöld, és bal oldalt a két piros. Ezen úgy látszik variáltak. Amit még egy kicsit vészesnek gondolok, az az eszkeknek a kábelje, és itt elég éres a karbonlap, érdemes lenne lecsiszolni, nehogy elvágja, pont úgy, ahogy a Falcon 180-nál például ez megtörtént. Jelenleg így állunk. Repülés hétvégén várható. Köszönöm a figyelmet!